A Jászkunyság számos települése képviseltette magát főző csapatával, kiki a maga tájegységére és hagyományaira jellemző módon igyekezett elkészíteni a hagyományos disznótoros ételeket. 15. alkalommal rendezték meg a hagyományos Tiszator Böllér Fesztivált. A szeles idő ellenére az abátszalóki füzes kemping megtelt élettel. Korán reggel már 6 órakor munkához láttak a főző csapatok, a fogópálinka után annak rendje és módja szerint a szúrás, majd a feldolgozás következett. Gyakorlott és összeszokott csapatok lévén gyorsan haladt a munka. Egyes helyeken már reggel 8 óra környékén lehetőség volt a kóstolásra. Az egyre sokasodó vendégsereg előszeretettel látogatta a szépen berendezett portákat, míg a kellemetlen erőszél sem vette el az emberek kedvét. 17 évvel ezelőtt kezdtük ezt a versenyt civil kezdeményezésből. Abádi Szabó Imre és felesége ötletéből pattant ki, és egy civil csapat kezdett hozzá ennek a szervezéséhez a kezdetek kezdetén. Hát bizony azóta már sok csapat látogatott el hozzánk. Vannak, akik majdnem az elejétől itt vannak, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és vannak olyanok, akik évről évre újként látogatnak el hozzánk. Bízom benne, hogy ez a fesztivál még sok-sok évet fog megélni, hiszen ma a születésnapok, vagy egy kicsit talán jubileum is, hogy 15 éve szervezzük már ténylegesen a fesztivált, és ugye 2 év maradt ki a covidos év, de tavaly újra kezdtük, és ott folytattuk, ahol előző 2 évvel, 19-ben abba hagytuk. 6000 látogatója volt akkor, 6000 vendég jött el hozzánk meglátogatni ezt a fesztivált, és a tavalyi évben szintén 6000-en voltak, úgyhogy de bízok benne, hogy a nap kisüt, a jó idő köszönt ránk, és a mai napon még többen látogatnak el hozzánk. Hiszen 50 éves a Tiszató, és ez egy akár a szülinapjához is tartozhatna, de kicsit olyanok vagyunk, mint a busójárás, most űzzük a telet, lassacskán lezárjuk a disznótoros szezont, de mi ezzel nyitjuk a Tiszató körül a programokat, a fesztiválokat, a rendezvényeket, elindulhatnak a kerékpározások, úgyhogy innentől kezdve, hogyha Abátszalókon Tiszator Böllér Fesztivál, onnantól kezdve érdemes ellátogatni a Tiszatóra, mert innentől kezdve megindul itt az, felpesdül az élet. Dél környékén F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre vármegyei közgyűlési elnök és Balogh Gyula polgármester köszöntötte a látogatókat, jó szórakozást kívánva a nap hátralévő részére. Mindig öröm itt lenni Abátszalókon, és mindig jó áldozni ennek az ünnepnek, amin a disznótoros ételek kóstolása és készítése zajlik. Hiszen tudjuk, hogy az ember legfinomabb barátja a disznó, és ez ilyenkor meg is mutatkozik. Én mindenkinek kívánok nagyon jó szórakozást, nagyon jó étvágyat, és kívánom, hogy azt a hangulatot érjük el, amivel minket itt a kisbíró köszöntött, és hogyha ezt a hangulatot elérjük, akkor másnap meg tudjuk állapítani, hogy jól tert a 15. Abátszalóki Böllér Fesztivál, és várjuk a 16-at, és sok jó ismerőssel találkozunk. Mindenkinek jó étvágyat és nagyon jó szórakozást kívánok! Méltatta köszöntőjében a 15. Tiszatort F. Kovács Sándor. Napközben színpadi műsorok, kézműves termékek kirakodóvására, meg annyi kóstolási lehetőség és nyárson történő malac sütés biztosított kikapcsolódási lehetőséget. A gulyalábasok és a vásári alakoskodók fokozták a hangulatot. Népszerű volt az abátszalóki rekordnak számító egyben sütött 250 méteres kolbász. Igyekeztek a szervezők a gyermekes családoknak is a kedvében járni. A gyermekudvarban különféle programok és játékok várták őket. A vármegye számos települése volt jelen a főző csapatával. Kiki a maga tájegységére és hagyományaira jellemző módon igyekezett elkészíteni a hagyományos disznótoros ételeket. A zsűri értékelése alapján szoros küzdelemben végül Beregfürdő csapata futott be az első helyre. Ezzel párhuzamosan a legjobb pogácsákat és pálinkákat is szakemberekből álló zsűri értékelte.